Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, remélem a gulyás ízleni fog, a fiúk főzték, táncsot a fiúknak! Egy újabb rendezvénynek adott otthont a Pentele Klubház. A már hagyományos gulyáspartin szép számban jelentek meg a nyugdíjasok. Most gulyáspartira jöttünk össze. Ezt minden évben kétszer megismételjük. Nagyon-nagyon igénylik, kívánják a gulyáslevest, azt mondják, hogy ilyen tömegbe lehet nagyon-nagyon finomat készíteni. Nagyon készülnek erre a tagok is. Idegenek is szeretnének, de nagyon sok a létszámunk, 100 fővel rendelkezem, több mint 100 fővel, 100 taggal rendelkezem. A rendezvényre már hetekkel ezelőtt elkezdtek készülni. A megvásárolt alapanyagokat az asszonyok készítették elő, de a férfiak főzték a gulyást. Mi összeszálltuk a húst? Amit a magyar ember szeret. A recept minden alkalommal egy kicsit változik, most marhacsont is került a levesbe, a titkos hozzávalókat pedig most sem osztották meg velünk. Nem szabad. Ugye, azt már le van védve, az árbetű ott van, hogy levédve, azt nem mondjuk el, hogy hogyan, már akkor hamisít. A gulyásleves elkészült, azonnal fel is szolgálták a nyugdíjasoknak, akiknek nagyon ízlett az étel. Jaj, nagyon finom, finoman, mint otthon, amit főzök. Nagyon, nagyon finomat csináltak a fiúk. A Pentelei Nyugdíjas Klub tagjain kívül az Őszi Rózsa, a Rácalmási és a Perkátai nyugdíjasokat is megvendégelték. Nagyon finom, minden. Az édesség, a bor, minden olyan ellátás van, hogy le a kalappal, mint egy lakodalomban. A finom ételek és italok mellett zenével fokozták a hangulatot, így az estebéd elfogyasztása után táncra is perdültek a nyugdíjasok.